Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztje. Magyar Köztársasági elnöki emlékérem, Bethlen Gábor díj, kisebbségekért díj. Hitről, életről, derűről, Majnek Antal püspökatyával folytatjuk. Talán a legtalálóbb az Isten útjai kifürkészhetetlenek erre az életútra, és itt Kárpátalján kezdetét vette akkor 30 évvel ezelőtt egy olyan munka, egy olyan szolgálat, aminek nem is tudom, hogy hogyan lehetne összefoglalni az eredményeit. Vannak összefoglalandó tényezők, mint például a 10 óvoda épülő, 5 óvoda, a 3 egyetemi kollégium, 2 középiskolai kollégium, a Munkácsi Liceum beindítása, 3 rehabilitációs központ, és 2 öregek otthona. Szóval ezek csak az, ami hogy úgy mondjam, épületekben mérhető, de vannak olyan eredmények is, amiket nem tudunk lemérni, mert akár csak egy szentbeszéde is a püspök atyának változtat meg dolgokat és indít el folyamatokat. Hogyan foglalná ezt össze a püspök atya? Ez nagyon jogos közelítése az igazság. Sokszor csak a szív szemével látható, hogy nem csak a Biblia Istene mondja ezt gyakran, hiszen az Isten, azt mondták a proféták már sokszor, hogy az emberi szíveket nézi, és a Kishercegben is ugye azt olvassuk, hogy a lényeget a szív látja, érzi. Az biztos, hogy csak az Úristen tudja az eredményeket valójában összefoglalni, és a hibáinkat, bűneinket is, bár vigasztaló, hogy azok a bűnök, amiket megbántunk, és az Úristen megbocsátotta, azokat azt mondja a Biblia, ő se látja. És ez azért olyan vigasztaló, hogy mi még előfordul, hogy régi bűneink miatt kesergünk, amit ő már régen megbocsátott. Ezért is olyan fontos, hogy magunknak is meg tudjunk bocsátani. Most ezek az eredmények. Érdekes, hogy amikor például osztálytalálkozók vannak, és találkozunk 5, 10, 20, 30, 40 év múlva, hogy milyen sok szép dolog jön elő. Hogy nem volt hiába való semmilyen tanítás, nevelés, mindennek megvan, valamikor majd látható is lesz az eredménye. Annyira irigyelendő ez a derű mindig, ami árad a püspök atyából. És tudjuk azt, hogy tudjuk, csak gondoljuk, igazából nem tudjuk azt, hogy mennyire szerteágazó és mennyire sok minden van egy püspök atya vállán. Ez hogyan működik? Mert a motiváció az nem kérdés. Igen. De hogyan áll össze? Tetszik a kérdése, mert én is ezeken gondolkoztam épp az utóbbi évben, hogy mennyire vigyázni kell az embernek a derűjére. Nem gondoltam volna arra, hogy ezt hányszor ellopta az ördög. Nem akarok senkit hibáztatni. Magamat sem már, mert ez se egészséges. Mert ezt csináltam sajnos az utóbbi hónapokban. Tényleg a gonosz szellemnek az a célja, hogy először is elvegye az embernek a békéjét, nyugalmát, derűjét, jókedvét. És ezt mostanában tanultam meg, hogy erre vigyázni kell, mint a gyertyalángra, mint az ősember a tűzre, mert kialszik, elfúj a szél, elrabolják. Tehát ezt nem szabad engedni, mert ez az Úristentől van. Ő adta a szívünkbe a békét, a derűt, az örömöt. Nem véletlenül szólítja fel az apostol is a híveket, hogy szüntelenül imádkozzatok, szüntelenül adjatok hálát, szüntelenül örüljetek. Miért? Miért? Mind a háromra az a válasza, mert az Úr szeret titeket. Az Úr közel van. Az Úr
mennyei atya, anyaként nagyon szeretiteket, ne féljetek, megváltott titeket az Úristen. A tenyerében nem csak hordoz, de beírta a neveteket, mint ahogy a szerelmes tette régen a kedvese nevét, oda beírta, hogy soha ne felejtse el. És valóban azóta, ha sikerül erre figyelni, jön egy kis rossz kedv, jön egy kis szomorúság, hoppá, mitől? És az ember megkeresi az okát, rögtön stopp, piros lámpa, ez nem jöhet tovább. És inkább abba kell hagyni mindent. Mindent abba kell hagyni, el kell az embernek ott a szívében csöndesedni, ahogy egy nagy lélegzetet veszünk ilyenkor, úgy az Úristen szent lelkét kell újra belélekezni, és az ember újból jól érzi magát, visszajön a derű, a béke. Még a krízisek se vehetik el. Nyilván van üdvös, szomorú állapot. Van, amikor az emberre a sírás jön rá. De most már azt se folytom magamba. Lehetőleg ne az emberek előtt, de ez is megkönnyít, ez is segít. Tehát az Úristen mindent a javunkra tud fordítani, ha mi szeretjük őt. Többször olvastam azt nyilatkozataiban, illetve fogalmaz is úgy, hogy itthon, nálunk, azaz kárpátalja. Igen. Tehát már igen. Kárpátaljainak vallja magát? Igen, ez tényleg egy szintén nagyon jó kérdés, mert sokszor nevetek azon, hogy megyek haza, talán még amikor anyuka, apuka élt. Hova haza? Hát persze, hogy az is haza. Vagy nekik mondtam, hogy megyek haza. Hogy nem vagy otthon? Hova? De ezt az ember olyan spontán, őszintén mondja, tényleg az első évek után rögtön itthon éreztem magamat. Különösen, ha az ember közösségben él. Ha ez hiányzik, akkor nehéz. De a hívő közösségében, a hívek közét kell, hogy közösségben érezze magát a pap. Hiszen amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ha ti elhagyjátok, a feleséget is én értem, ugye Péter és voltak még néhányan apostolok így, százszor annyit kaptok. És tényleg az a pap, aki szeretettel foglalkozik a rábízott gyerekekkel, fiatalokkal, házasokkal, öregekkel, betegekkel, különösen a szenvedőkkel, szegényekkel, az valóban érzi, megtapasztalja, hogy százszor annyit kap vissza. Azt elárulja nekünk, hogy hogy volt az, hogy mindenki most főleg a magyar állampolgárságot veszi fel, püspök úr pedig az ukrán állampolgárságot vette fel annó. Ez is egy vidám történet volt, ugye mert az első nuncius előírta, kötelező, le kell adnia, bocsánat, nem azt mondta, hogy le kell adnia, hanem hogy az ukrán állampolgárságot föl kell venni. Hát jó, én nagy nehezen igent mondtam erre, de a magyar állampolgárságról ezért le kellett mondani, hát ez már nehezebb volt. És néhány évig, nem tudom pontosan, vagy 3-4 évig, így voltam a két állampolgárság között, ukránt még nem kaptam meg, arról már lemondtam, úgyhogy közben a nuncius szerzett nekem egy vatikáni útlevelet, szolgálati útlevelet, amit persze mindig megcsodáltak az összes határon, még az osztrák határon is fél órát, 3-4 órát várakoztattak, mert nem akarták elhinni, még nem láttak ilyen útlevelet. No, minden esetre egyszer fölhívott a köztársasági elnök titkára, hogy megy az elnök úr Kijevbe, Mádl Ferenc, és hát vannak-e valamilyen kéréseink? Hát mondtam, hogy ezt, azt, amazt már nagyon kérjük vissza, főleg az ungvári plébániát azóta se kaptuk még vissza, pedig már tényleg mindenhol kaptunk valamit vissza, éppen a főhelyen nem. Azt mondja, jó van, és valami személyes kérése van-e? Hát mondom, igazából nem annyira nagy kérés, de hát itt vagyok már 4 éve, és nincs semmilyen állampolgárságom. Nem kaptam még meg az ukrán állampolgárságot. Néhány nap múlva szól nekem az titkára az elnök úrnak, hogy igen, egy kávészünetben szóltunk az elnök úrnak itt Kijevbe, Kucsma elnöknek, hogy hát nézzen utána, hozzám jöttek már a városi tanácsról az illetékesek, fölvették újra az adataimat, 1 hét múlva megvolt az ukrán állampolgárságom.
Hát aztán elmúlt tizenvalahány év, akkor már ugye kértem vissza, hát már lassan mindenkinek van magyar állampolgársága, csak nekem nem lesz. Vannak az életben nagy találkozások, és a püspök úrnak is volt egy-két nagy találkozása. Találkozott személyesen II. János Pál pápával is. Hát ugye először még talán 91-ben, amikor Magyarországra látogatott, itt Mária Pócson és a Népstadionba. Az azért volt érdekes, mert a fiatalokkal, egy autóbusznyi fiatallal mentem oda föl, és akkor hallottuk a híreket, hogy Gorbacsov ellen milyen pucs indult el, és már nem is biztos, hogy haza tudunk menni. Tehát a találkozásom elsőre így volt, hogy távolabbról nézhettem őt és hallgattam őt. Nagyon-nagyon nagy hatású beszédei voltak. És akkor ugye az első ad limina látogatásom, ha jól emlékszem, 98-ban volt, akkor az ukrán püspökökkel voltunk ott Rómába. Nem csak, hogy beszélgethettünk vele, de mivel a mi konferenciánk vezetője, a lembergi érsek és bíboros Jaworski úr, Marián Jaworski, ő a pápa egyik legjobb barátja volt. Úgyhogy nekünk olyan szerencsénk volt, nem is tudom, kinek volt ilyen lehetősége, hogy minden nap együtt étkeztünk a pápával. Hol reggeli, hol ebéd, hol vacsorára. Ez volt igazán a különleges nagy élmény, hogy így egy asztalnál ülhettünk talán egy órán keresztül vele, és beszélgethettünk vele. Miről tud az ember beszélgetni egy pápával? Ugye ő általában megkérdezett mindenkit, hogy beszéljen az ő örömeiről, bánatáról. Ugye ez ad liminán is van erre lehetőség, de ott csak 15 perc. Itt viszont egy órán keresztül, hát ki mennyit, én kevesebbet, a többiek többet szóltak hozzá. Ő általában röviden válaszolt, inkább csak kérdezett. És emlékszem, egy olyan nagy bögre illatos gyógyteát ivott mindig. Minket kínáltak mindenféle más finomsággal, de minden alkalommal egy nagy bögre illatos gyógyteát ivott. És úgy mindenkit szépen hallgatott, meghallgatott. Azt mondta egyszer a püspök, hogy nem szeretném magam erősebbnek érezni, mert akkor kevesebbet imádkoznék. És a püspöki jelmondat is ez, hogy az Úr az én erősségem. Hát ez egy izgalmas kérdés, mert valóban, mondhatom, pici gyerekkoromtól kezdve gyöngeségeimmel kellett küzdeni. Ez tényleg főleg fizikailag volt, de szellemileg is, nekem kétszer annyit kellett tanulni, mint másnak. És valahogy az Úristen így vett rá arra, hogy szorgalmas legyek, bár utálok dicsekedni, de tényleg ez Istentől kapott ajándék. Olyannyira, hogy ez nekem olyan örömöt szerzett, hogy én a gyöngébb képességű tudtam jobb eredményeket elérni, nem csak az iskolába, de a munkában is, és nagyon büszke voltam arra sajnos, hogy amíg ketten kidobnak egy vagon szenet, vagy fát, vagy követ, ugye hétvégeken egyetemistaként el szoktunk menni ilyen munkára, hogy legyen zseppénzünk, szegényebb diákok, hát akkor én egyedül dobtam ki annyi idő alatt. Egy fél éjszaka, néha volt egy egész éjszaka, mire ez sikerült, és csodálkozom most már azon, hogy miért csináltam ilyen butaságot, pedig kaphattam volna akár infarktust is, vagy valami más baj, de valahogy nem tudom, az akaraterő, vagy mi volt bennem az erős, de hál' Istennek ugyanígy a kirándulásokon is fölmentem, akár 2600 méter magasra is. Igaz, hogy nekem ez több erőfeszítésbe került, de soha nem bántam meg. És valóban ez az akarás, ez egy nagyon döntő része az ember lelki életének is, nem csak a fizikainak, hogy egyre többször vettem észre azt, hogy a hit az akarás is, a szeretet akarat kérdése is. És bizony, ha egy másik szóval fejezném ki a fő parancsolatot, mondhatnám azt, hogy kapcsolat. Ez a legfontosabb, kapcsolatok Istennel, emberekkel. És a szeretet és a hit az nem egy olyan kívülről jövő dolog, vagy egy érzelmi fellángolás, hanem az egy
gyakori döntés, főleg a krízisek idején, újra megismételt döntés. És a hit nem csak Isten ajándéka, mert akkor, ha kicsi a hitem, azt mondhatnám, hát ő a hibás, most nincs nagy hitem. Nem. Ez az én döntésem, hogy kinek hiszek, és mennyire hiszek. Ez az én felelősségem is. Nem véletlenül mondja egyszer Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát akkor ez az én feladatom is. Bár így is mondjuk, hogy az Isten ajándéka, az Isten kegyelme, de ha én ezt akarom, ezt kérem, az Isten bőven adja. És nem véletlenül például a meggyógyulások után mindig a meggyógyult embernek a hitét dicséri az Úr Jézus. Legyen hited szerint. Történjék meg az, amire vágyol, amiben hiszel, amiben bízol. És ha csak ekkora kis hitetek volna, akkor a hegyeket tudnátok mozgatni. Bár nem ér semmit, ha nem szeretetből tesszük, hanem valakiért, nem valamiért, valakiért tesszük ezt. És így könnyebb is, és boldogítóbb is. A remény emberei. Nyilatkozta azt, hogy a Kárpátalján élő kicsit a remény emberei. Most hogy látja a kárpátaljai embereket? Hát ugye eddig csak azt tapasztaltam, hogy a németek mentek, mennek el, a szlovákok mennek, illetve asszimilálódnak gyorsan. Aztán a magyarok is ugye nagyon elindultak nyugat felé, nem csak Magyarországra, de még tovább. Ugye az én reménységem igazából az Úristen, az Úr Jézus és az ő evangéliuma. De ha így magyar szempontból kérdez engem, akkor tényleg csak abban tudunk remélni, hogy megmaradnak, valahol meg fog állni ez a folyamat. A másik pedig, amit egyre többször mondok el mindenhol, hogyha vállalják a magyar, és persze a többiek is, ahol vállalják a következő gyermeket, ott van remény. Nemrégen Németországból hazajött kedves ismerőssel beszélgettem, hát ott már alig van gyermek, ott már kutyákat, macskákat és mindenféle állatot tartanak, és a gyerekkocsiba tologatnak, szóval félelmetes dolgokról hallani, és még sok egyéb rosszról. Én csak ezt tudom mondani, hogy a legerősebb, legbiztosabb remény alapját az adja, ha a legalább a hívő párok, hívő családok vállalják a következő gyermeket, és nem a pénz után futkosnak, hanem egymás felé néznek, a közösséget teszik az első helyre, Istent és a közösséget, akkor valóban szentség lesz a házasság is, a család is, hiszen az Úristen ezt teremtette a maga képére és hasonlatosságára. Hát ez az ős szentség, az első szakramentum, a házasság, a gyermekekkel együtt a család. És sajnos ezt az utóbbi évtizedekben éppen a keresztények, főleg a gazdag országokban felejtik el. A hívő zsidók, a hívő muzulmánok bezzeg nem csak, hogy nem felejtették el, hanem üdvös Isten félelemben tartják, élik ezt. Ezért nekik van egyértelműen jövőjük. És nálunk is csak ott él, és azoknak, akik merik hinni, hogy az Isten a gondviselő atya, és ő fogadni elég szeretetet, hitet, reménységet, és szükséges anyagiakat is azoknak, akik merik vállalni a következő gyermeket. Az előző részben említette, hogy most újult erővel azt mondta saját magának, hogy csinálja tovább örömmel, és hogy ez a fogadalom, vagy ez az ígéret saját maga számára is új erőt ad. Kicsit Szent Páli, ami volt elfelejtve, ami van pedig neki feszülve, futok a cél felé. Mi az még, ami? Ez tényleg nagyon fontos, ez a szó, hogy szívesen és örömmel. Ha már csak annyit mondok, hogy igen, jól van, amen, az már nagyon fontos. Tényleg ez a szó, akár egy igent mond az ember, nagyon fontos.
de nem úgy, mint a szőlőbe kapálni menő fiú, igent mondott, de nem ment el. A másik nemet mondott, de mégis elment. Hát nyilván az az Istennek tetsző, ha igent is mond, és ki is megy, de valóban, ha még azt is ki tudja az ember mondani, hogy érted Jézusom szívesen, akkor őtőle másokon keresztül is örömöt kap hozzá. És erre nagyon nagy szüksége van az embernek, hogy a saját helyén, a saját munkájában szolgálatát, hivatását örömmel végezze. Mert ha nem úgy, vagy annak híján, azt nagyon megérzik a rábízottak. És ennek aztán lesznek, mint ahogy látja is az ember magában is, maga körül is, máshol is, a negatív következményeit. Tehát remélni a reménytelenségben is Jézussal megy. És így tudom mondani ki éppen Szent Pál apostollal együtt azt is, hogy annak, aki a bennünk működő erejével mindenre képes, mindent megtehet, azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen hála és dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Az Úrban való örvendezés a mi erősségünk. Nehémiás. Az arcképmásban Majnek Antal püspök atyával beszélgettünk. Várjuk Önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!